Milyen frizurát szeretne? Én rövidet, ami egy kicsit hátul magasabb, és hát természetesen fiatalít. És a mai napra önbizalom mindenféleképpen. Erre a napra, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért. Ez az oltalomnak a női szállója, ez kifejezetten egy ilyen nőnapi meglepetés az itt élő hölgyeknek. Önkéntes fodrászok, kozmetikusok és manikűrösök jöttek el, akik szépé varázsolják az itt élő nőket. Ők mindannyian nehéz sorsú nők, akik így a hajléktalanság elől élnek itt gyakorlatilag napi szinten. Bárki részt vehet, igen, meghirdették előre, akinek kedve van hozzá, úgy érzi, hogy szeretné kihasználni az alkalmat, őt nagyon nagy szeretettel várjuk, és ahogy láttam, már sokan várakoznak is, úgyhogy remélem, hogy sikeres lesz. Kezdődött, hogy 4-5 éve kijártunk a Deákra, ugye vágtuk a hajakat, aztán karácsonyat keresett meg a Pikó András, ugye a Klubrádiótól, és akkor ő mondta, hogy mi lenne, ha elmennénk először, van az oltalomnak egy szállója a 8. kerületben. Ott is egy ilyen 3-4 éves programot szerveztünk, de hát lett belőle 7-8, mert annyira jelentkeztek, meg annyira örült mindenki. És akkor most megkérdezte a András megint, hogy eljönnénk a nőnap alkalmából, úgyhogy igazából most mi itt vagyunk. Valami jót akartunk csinálni, segíteni akartunk, és szerintem sokkal jobb, hogyha a munkánkkal tudunk valami nagyon jó dolgot alkotni, megadni, mint hogyha elutalsz x 1000 forintot egy alapítványnak. Akkor próbálnak valami normálisat csinálni a bőrömmel. Én rendszeresen járok ide, tulajdonképpen az oltalom az egyik munkám a sok közül. Az, hogy én a hölgyekhez 2-3 havonta idejövök, megbeszéljük, hogy milyen bőr problémái vannak, mit lehet csinálni. A hölgy emlékezett is rám. Ugye? Igen. Tehát én rendszeresen járok ide, és megpróbálok segíteni abban, hogy nők maradjunk. Ez fontos. Milyenre vághatom? Körbe, igen, azt szeretném. Most már idős koromra, mert mondhatom azt, hogy idős vagyok, hát rövidebben. Nagyon vékony szálló a hajam. Hogy is? Ritkul, úgyhogy gyakorlatilag rövidebb, kényelmes. Én eddig mindig a szegfodrászot jártam. Elégedettnek tetszik lenni? Igen, nagyon örvendek természetesen, és hálás köszönetem mindannyiuknak, akik segítettek abban, hogy szépek legyünk a mai napra, egy kicsit megszépítették a napot is.